A fegyveres testületek hivatásos állományára vonatkozó juttatásokról tartott sajtótájékoztatót Kontrát Károly, a belügyminisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes, valamint Németh Szilárd, a honvédelmi minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes január 17-én pénteken a belügyminisztérium márványtermében. A rendezvényen megjelentek a fegyveres testületek vezetői, köztük Koron Ferenc altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka. Kontrát Károly emlékeztetett, a kormány megtárgyalta a Nemzetbiztonsági Kabinet azon javaslatait, amelyek a fegyveres testületeknél fegyveres szolgálatot teljesítő állomány juttatásaira vonatkoznak. Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! A kormány megtárgyalta a Nemzetbiztonsági Kabinetnek a fegyveres testületeknél szolgálatot teljesítő hivatásos állomány juttatásaira vonatkozó javaslatait. Ezekről 2019. december 27-én tájékoztatást adott önöknek Pintér Sándor belügyminiszter úr és Benkő Tibor honvédelmi miniszter úr. A kormánynak a belügyminisztérium irányítása alá tartozó rendvédelmi szerveket érintő döntése, a kormány felhatalmazta a belügyminisztert, hogy rendeletbe hozza létre a kiegészítő juttatás intézményét. Németh Szilárd, a honvédelmi minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes, a honvédelem területén szolgálók illetmény emeléséről szólt. Szeretném emlékeztetni önöket arra, hogy 2015-ben indult el az az életpálya modell, amelynek a mostani 10%-os emelés is a része lesz, de 2019-ig összességében 50% vagy 50% fölötti béremelésben részesültek a magyar hivatásos katonák. 2019-re arra is emlékeznek önök, amikor jelentettük, hogy az 5%-os illetményemelés az a kormány és a minisztérium különböző döntései alapján 7,4%-os volt. 2019-ben ez 30 ezer forintos illetményemelést jelentett átlagosan a katonáink számára. És még 2019-ben döntött a parlament arról, hogy egy új jogállást vezet be, ez pedig a honvédelmi alkalmazottaknak a jogállása, és az ő fizetésük, az ő életpályájuk is úgy rendeződik, hogy az illetményük az 4 év alatt 35%-kal kell, hogy emelkedjen, és az első 20%-os emelést azt már rögtön 2019-ben megkapták. 2020-ra van egy ilyen 5%-os emelés, ami a honvédelmi alkalmazottak tekintetében átlagosan 12 000 forintot fog jelenteni. Németh Szilárd szólt a kormány által létrehozott új elismerési rendszerről. Az úgynevezett fegyverpénz 2019. decemberében bruttó 500 000 forint juttatást jelentett azoknak, akik ebben a határozatban megjelentek. Hamarosan döntés születhet azzal kapcsolatban is, hogy ennek az állománynak a munkáját a kormány 3 évente plusz juttatással is elismeri. Illetményemelésnek egyértelműen, ahogy államtitkár úr is fogalmazott, az a célja, hogy azt az életpálya modellt, amelyet a katonák és a rendőrök számára kidolgozott a kormány, azt még erősebbé, még stabilabbá, még piacképesebbé tegye, és másrésztről pedig elismerje és megbecsülje azt a munkát, amit a magyar katonák, a magyar honvédek, és természetesen a magyar rendőrök és a fegyverrel szolgálók a hazaszolgálatában tesznek.